too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of time. Óriásit küzdött a Ferencváros, sokáig vezettünk is. Milyen volt belülről ez a mérkőzés? Nagyon nagy meccs volt. Én még mindig extázisban vagyok. Igaz, már a második fél idő felénél én már lendültem a kispadon, de én annyira imádkoztam, hogy legalább egy gólt lőjünk még a végén. De sajnos nem sikerült, de szerintem reméljük, hogy mi jövünk jól majd ebből a dologból. Én szomorú vagyok, most megmondom őszintén, mert tényleg úgy jött ide a csapat, hogy szerettük volna már most nem is az, hogy eldönteni a bajnokságot, mert még azért van hátra több meccs, a kezünkbe venni a saját sorsunkat. És én azt gondolom, hogy tényleg meg is érdemelnénk, bár nyilván a Győr is ugyanannyit dolgozik, mint mi, hogyha nem többet. Igazság szerint még mindig megvan az esélyünk, de azért sajnálom, mert én azt gondolom, hogy talán ez most a Győrnek kedvez így. Csodát csináltunk, és a végén borzasztóan belefáradtunk, de megpróbáltuk itt a 7-6 elleni támadójátékon, de ott nem volt elég bátorság bennünk, hogy ott olyan helyzeteket elvállaljunk, ami azért kockátos volt. Összességében én azt gondolom, hogy ez egy pokoli nagy meccs volt, és hát egy valamire volt jó ez az eredmény, hogy innentől izgulhassunk tovább, és ne legyen az, hogy lezárult ez a dolog. Tehát innentől most minden mérkőzésen, minden gólnak óriási jelentőség lesz. Az elmúlt másfél hét nagyon erőltetett volt, de hát akár a Debrecen, a Dunaújváros elleni gólparádé, vagy éppen az Érdet, ha említjük, az most az első fél időben is látszott, nagyon megleptük ezt a Győrt. Én azt gondolom, hogy ez előnyünkre várt, hogy most ennyire sok meccsünk volt, és tényleg mindegyik meccsből úgy jöttünk ki, hogy igazából feltöltődve is mindegyikből tanultunk valamit. Úgyhogy hát menni kell még tovább a bajnokság végéig, és hát meglátjuk, hogy így is sikerül elérni azt, amit szerettünk volna. Igazság szerint az esély még mindig ott van, úgyhogy tényleg én bízom a csapatban. Most már az a célunk akkor így, hogy minden meccsünket nagyobb arányban tudjunk megnyerni, mint a Győr eddig, és szerintem ezek meg is lesznek, mert ugye tényleg a sorsolásunk úgymond idézőjeles könnyebb csapatokat adott nekünk. Minden mérkőzésünk olyan lesz, hogy esélyünk van arra, hogy nagy arányjal tudjunk nyerni. Nyilván ez rajtunk múlik, hogy mennyit engedünk majd az ellenfélnek. És hát tényleg én azt gondolom, hogy ezután, a mérkőzés után mindenki minden meccsbe bele fog adni mindent, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a szurkolók is tovább hisznek bennünk, bár ebben szinte biztos vagyok, úgyhogy hajrá Fradi, és tényleg mindenki jöjjön szurkolni nekünk. Ez most az a helyzet, amilyenre én nem emlékszem a magyar kézilabdázás történetében, bár elvileg a 70-es években volt egy ilyen Fradi Vasas, ami egy góllal ugyanígy gólkülönbséggel dőlt el, de én azóta erre nem emlékszem, hogy lett volna. Ez egy nagyon speciális helyzet. Nyilván tehát azt azért látni kell, hogy mi egy mérkőzéssel többet játszunk, az Etónak meg szerintem könnyebb ellenfelei vannak, úgyhogy, de nekik itt a Final Four. Mondom, ez egy, tehát körülbelül egy ilyen 6 ismeretlenes egyenlet, úgyhogy ezt majd amikor lefújták az utolsó mérkőzést, akkor lehet látni. Nekünk egy dolgunk, hogy mindenkit megpróbáljunk annyival megverni, amennyivel lehet. Szevasz, Rolikám, mit csinálsz? Szevasz, tesó, nem akarok lemaradni semmiről.